Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió híradója. December 26-a van István névnapja. 131 éve a Tolna megyei Murgán megszületett Gömbös Gyula politikus, egykori magyar miniszterelnök. 127 éve Nápolyban, 68 éves korában meghalt Heinrich Schliemann, német kereskedő és régész, Trója romjainak felfedezője. A híradó elején nézzük a nap kiemelt híreit, először csak röviden. Megnyíltak az ipárd alapok, pályázhatnak a gazdák gépesítésre. Jégvédelmi rakéták beszerzését támogatja a tartományi mezőgazdasági titkárság. Jelentősen nőtt a búzavetés területe Vajdaságban. És a foglalkoztatottak közel egynegyede feketén dolgozik Szerbiában. Megjelentek hétfőn az első ipart pályázatok a kis- és középgazdaságok számára, ahol a termelők új traktorra és egyéb mezőgépekre igényelhetnek vissza nem térítendő pénzösszeget. A gépesítés támogató pályázat egészen február 26-áig nyitva áll a mezőgazdasági termelők előtt. Az első körös pályázatok támogatása 5000-től 700 ezer euróig terjed, és a tej- és hústermelők, a zöldség- és gyümölcstermesztők, valamint az egyéb növényekkel foglalkozó termelők igényelhetik a vissza nem térítendő támogatásokat. Az elmúlt egy év aszálykárainak ellenére nagy lesz az érdeklődés a pályázatok iránt a gazdák körében, főleg a traktorvásárlás terén, mondta Kis Árpád, a Szabadkai Paraszt Egyesület elnöke. Ami nagyon nagy hírnév tulajdonképpen a traktorvásárlás, mindenki avval kezdődik, mert hát a 40-50 éves traktorok már nagyon elavultak, és ezeknek a traktoroknak nagyon hiányzik az utánpótlás, és mondhatom azt, hogy az idei hazai pályázatok is nagyon sokat segítettek, sok volt az érdeklődő. Négy kör nyílik meg a 2018-as évben. A gazdák hasonlóan tudnak majd pályázni, mint a Prosperitáti Alapítványnál, nyilatkozta Fremont Árpád, a Szerb Parlament Mezőgazdasági Bizottságának alelnöke. És aki országos szinten részt vett már a pályázatokon, illetve a visszaigényéseken, az ugye hasonlóan kell, hogy az iparban is részt vegyen, ami nekünk előny, és azt hiszem, hogy minden vajdasági magyar gazda számára előny az, hogy itt volt ugye a Prosperitáti Alapítványnak a pályázatai, amik szintén hasonlóak ehhez az iparhoz. Szerbia 2020-ig összesen 175 millió eurót hívhat le az ipard alapokból. S dva su osnovna razloga zašto je važno da smo dobili ovu akreditaciju. Prvi je pre svega jer imamo dodatni izvor finansiranja za nabavku onoga što je najpotrebnije srpskim poljoprivrednicima, dakle jedan dobar izvor. S druge strane, isto tako još možda važnije u ovom trenutku da je država prihvatila apsolutno one procedure koje danas u najsavremenijim poljoprivrednim ekonomijama funkcionišu na prostoru Európskej únie. Szerbia 8 év után kezdte meg az Európai Unió előcsatlakozási, mezőgazdasági és vidékfejlesztési program alapjainak felhasználását. December 21-én a tartományi kormány megszavazta a jövő évi költségvetést, ezzel együtt pedig az is világossá vált, hogy mennyi pénz jut jövőre a mezőgazdaságra. 2018-ban valamivel több mint 7 milliárd dinár áll a gazdák rendelkezésére, aminek jelentős része vissza nem térítendő támogatás formájában kerül majd a termelőkhöz, nyilatkozta Útott Róbert mezőgazdasági titkárhelyettes. Továbbra is a fiatalokat fogjuk tudni támogatni jelentős összegekkel. Dupla akkora költségvetésünk lesz előrelátva a startup kezdő fiatal mezőgazdasági termelők támogatására. Ezen kívül arra lehet számítani az ipar megjelenésével, ugye, hogy teljes mértékben a kis gazdaságokat fogjuk tudni támogatni, ez nekik előnyt fog jelenteni. Továbbra is támogatni fogjuk a borászokat, a pálinka készítőket, a méhészeket. Jelentős pénzeszközeink lesznek az öntözőrendszerekre, a fólia sátrakra, és az önkormányzatok vonatkozásában is arra lehet számítani, hogy határutak rendezésére, vízvezetékek, kanalizációk kiépítésére és a vajdasági vizek közvállalaton keresztül a kanális rendszereknek a felújítására, karbantartására, kiépítésére is jelentős pénzeszközök fognak rendelkezésünkre állni a 2018-as évben.
Vajdasági önkormányzatokat támogat a mezőgazdasági titkárság. Első ízben írtak ki pályázatot jégvédelmi rakéták beszerzésére. A tartományi titkárság célja, hogy hozzájáruljon az elemi csapások hatékony megelőzéséhez, illetve enyhítéséhez. Ma 21 önkormányzat írt alá szerződést. A megváltozott időjárási viszonyok miatt egyre gyakrabban fordul elő vidékünkön a jégverés, ezért valamennyi vajdasági önkormányzatnak alapfeladata lett a megelőzés és jégelhárítás. A rakéták beszerzése nem olcsó, ezért a társfinanszírozás sokat jelent az önkormányzatok számára. Tudni kell, hogy az önkormányzatok mindenféleképp biztosan kell a rakétákat, és ez a pályázattal megkönnyíti a községnek a pénznek a terhelését, vagyis a budzsetot. Mink pályáztunk, 1 200 000-t kaptunk, ez körülbelül olyan 75 rakétára lesz elég. Széchenyi községben 36 ezer hektár termőföld van. A gazdák zömében szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak. A községben 8 rakétakilövő állomás működik, amelyeket fel kell szerelni. Bez obzira, što prošle godine nismo imali nekih gradonosnih oblaka i da kažem leda i šteta od leda, ali će svakako dati sigurnost, a u onim situacijama kada dođe let i kada mi dejstvujemo iz naših protivgradnih stanica, onda to sigurno puno znači, ima veliki pre svega financijski podjek u poljoprivrednoj proizvodnji. Roković će u idućoj godini biti október, november. A tartományi titkárság első ízben hirdette meg a jégvédelmi rakéták beszerzésére vonatkozó pályázatot. Ukupna vrednost danas potpisanih ugovora je nešto više od 29 miliona dinara i zadovoljstvo mi je što je ova mera naišla na podršku i što je prepoznata od strane lokalnih samouprava i kao što sam rekao, dakle, svesni činjenice da ovo jeste jedna od strateških mera koja treba da doprinese očuvanju naših useva i sa tom merom ćemo nastaviti i u 2018. A tervek szerint jövőre a mezőgazdasági titkárság szerzi majd be a jégvédelmi rakétákat, azokat a köztársasági hidrometeorológiai intézet rendelkezésére bocsátja, amely az igényeknek megfelelően osztja szét az önkormányzatokban. Vajdaságban 400 ezer hektár körüli az őszi kalászosok vetés területe, ami jelentősen nagyobb, mint az előző években volt. A búza jó állapotban várja a telet, sok parcellán bebokrosodott, így a száraz fagyoknak, azaz a hútakaró nélküli akár mínusz 17 fokos hidegnek is ellenáll. A jó termés eléréséhez szükséges a helyes vetésforgó, azaz legalább 4 vagy 5 haszon növény termelése egy gazdasági évben. A betegségek és a kártevők, valamint a gyomok elleni küzdelem így sokkal könnyebb. Nem elhanyagolható tény, hogy az egyes kultúrákon megtermelt jövedelem sem azonos. Tóth Ervin, tornyosi gazda, nem az időjárási körülmények függvényében alakítja a vetésszerkezetét. A búzának mindig is volt helye a gazdaságán. Én általában nem arra szoktam számolni, hogy következő évben esetleg milyen gazdasági értéke lesz az adott növénynek, hanem talán a föld határolja be, hogy milyenek a szükségletek, amit már az előbb is említettem, a vetésforgót illetően. Ami az értékesítést illeti, az pedig majd az adott pillanatban meglátjuk, hogy körülbelül az hogy fog alakulni. Vajdaságban, köszönve a kedvező őszi időjárásnak, a kenyérgabona zöme optimális időben került földbe, így most azok a táblák kitűnő fejlettségi fázisban vannak. A búza bokrosodik, a reggeli fagyok nem ártanak neki. Nemes Róbert agrármérnök véleménye szerint a novemberben vetett búza is jól megindult. Meg lehet látni itt egy parcellán, ahol állunk, hogy a novemberi vetés is, hála a jó időjárásnak, ennek a kis csapadéknak, ennek az enyhe ugye, hőmérsékleteknek, a novemberi vetések is úgy néz, kikelnek, és hát elérnek egy olyan fejlettségi szintet, amellyel hát elég jó állapotban tudnak majd ugye a télbe bemenni. A szakember hozzáfűzte, a késői vetésű kenyérgabonánál számítani lehet terméskiesésre. Amennyiben az időjárási körülmények elfogadhatóak lesznek, jó búza termésre van kilátás.
2018-ban is folytatódik a munka és a nagy infrastrukturális beruházások megvalósítása, jelentette ki Zorana Mihajlović. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastruktúra fejlesztési miniszter elmondta, elégedett azzal, ami 2017-ben megvalósult. Volim da kažem da smo mi prvo 10. u svetu po izdavanju građevinskih dozvola i to je velika stvar i to je veliki napredak za Srbiju. I druga stvar jeste da ne postoji infrastrukturni projekat na kojem mi ne radimo intenzivno, dakle odnosi se i na koridor 10 gde imamo Grdeličku klisuru, evo za nekoliko dana puštamo blizu 7 km takođe autoputa, koridor 11 i početak izgradnje na dve deonizacije pruge Beograd-Budimpešta, rekonstruisano Beograd-Bar 77 km, nije dovoljno, nastavljamo. Szerbia saját politikáját folytatja és a saját érdekeit védi, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő Hojtyi amerikai hivatalnok néhány nappal ezelőtti kijelentésére reagált, miszerint Szerbiának tettekkel és szavakkal is ki kellene fejeznie, hogy az Európai Unió elképzeléseit támogatja, nem pedig az oroszokét. A szerb elnök hangsúlyozta, Szerbia kizárólag a saját érdekeit tartja szem előtt, és nem enged sem az Amerikai Egyesült Államok, sem Oroszország, sem az EU, sem más nyomásának. Vučić a Pink televíziónak adott interjújában beszélt arról is, hogy 2018 egy kihívásokkal teli év lesz, de középpontban Koszovó ügye, a régió nyugalma és stabilitása, valamint a gazdaság további erősítése áll majd. Szerbiában több mint 40 ezer nyugdíjas kérvényezte a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alapnál, hogy fizessék vissza a nyugdíjuk elvett részét, ha pedig nem kárpótolják őket, akkor a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak. Nyilatkozta Mihajlo Radović, a Szerbiai Nyugdíjas Szakszervezetek Egyesületének elnöke. Radović elmondta, minden nyugdíjasnak, akinek 2014. novemberében csökkentették a havi járandóságát, rendes bírósági eljárást kell indítania, ügyvédeik pedig ingyenesen képviselik őket. Mintegy 740 ezer személyt károsítottak meg közvetlenül a nyugdíjak csökkentésével, de végső soron minden nyugdíjast megkárosítottak, mivel az elmúlt három évben nem hangolták össze a nyugdíjakat az inflációval és a bruttó hazai termékkel, mondta Radović. A foglalkoztatottak közel egy negyede feketén dolgozik, vagy ideiglenes munkaviszonyban van, derül ki a Köztársasági Statisztikai Hivatal adataiból. Ezért a 2017-es és a 2018-as évet is a szürke gazdaság elleni harc évének nyilvánították. Nagybecskereken a Közép-Bánáti körzetvezetőnél megtartott évértékelőn számoltak be a szürke gazdaság elleni harcban elért eredményekről az illetékesek. A felügyelőségek és a rendőrség is elégedett, ugyanakkor több felügyelőre lenne szükség. A szürke gazdaság visszaszorításába jobban be kell vonni a polgárokat is. Za ovih 11 meseci 295 kontrola na suzbijanju sive ekonomije i od toga je doneto 23 rešenja o nalaganju upisa u registar i zabrani obavljanja delatnosti. Melegi Zoltán 2002 óta vezeti az asztalos műhelyét, három dolgozóval, bútorgyártással és fakonstrukciók készítésével foglalkoznak. Szerinte minden törvényes keretek között dolgozó vállalkozó helyesli az ellenőrzés megszigorítását. Nagyon sokan feketén dolgoznak, nem jelentik be a munkásokat, vagy pedig egyedül dolgoznak az emberek ilyen szürke zónába. Ez legenyhébben mondva egy nem lojális konkurencia, mivel hogy maga a kiadások, amit egy munkásra ki kell adni, az kb. A 60-70%-a az alapfizetésnek. A rendőrség Közép-Bánátban az idén illegális kereskedelem miatt több mint 20 millió dinár értékű árut foglalt le. Odozeto blizu 14.000 boxova cigareta, blizu 800 kg rezanog duvana, oko 2400 kg mesa i mesnih prerađevina, 340 nešto litara alkoholnih pića i tom prilikom je također, što nisam napomenuo, otkriveno 16 ilegalnih kladionica.
A körzetben fokozott ellenőrzést végeztek a munkaügyi felügyelők a délelőtti órákban és az éjszakai műszak idején is. Ezekben az időszakokban találtak legtöbb bejelentetlen munkást. Izvršili su ukupno 1070 inspekcijskih nadzora, redovnih, vanrednih, kontrolnih nadzora. Tom prilikom na radu je zatečeno 576 lica koje nisu imali zaključene ugovore o radu, prestupanja na rad i nisu bili prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje. Nakon izvršenog nadzora i nakon preduzetih mera sa 546 lica je zaključen ugovor o radu. Az öt középbánáti községben öt munkaügyi felügyelő dolgozik, 2018-ban növelik a felügyelők számát. 2017-ben a szerbiai egészségügyi intézményekben mintegy 3000 egészségügyi dolgozó került munkaviszonyba, ebből több mint 1000 orvos. Idén 90 szerv átültetés volt az országban. A fiatal orvosok és a transzplantáción átesett páciensek számára fogadást szervezett Ana Brnabić szerb miniszterelnök és Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter a szerbiai palotában. A Szerbia palotában. Január 1-től az orvosok fizetése 10%-kal nő, jelentette ki a miniszterelnök. Fontosak az egészségügyi dolgozók munkakörülményei és feltételei, tette hozzá. A szerb kormány folyamatosan dolgozik a kórházak, az egészségügyi és klinikai központok felújításán is, hangsúlyozta Ana Brnabić. 2843 influenzás esetet jegyeztek Szerbiában december 11-e és 17-e között, tájékoztatta dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. Az adatokból az is kiderült, hogy a legtöbb influenzával fertőzött személy 4 éves kor alatti. Az intézetnél azt is elmondták, hogy az influenza vírus aktivitása továbbra is alacsony szinten van a régióban. Közleményükben a kanyaró fertőzésről is tájékoztatást adtak. Október óta összesen 630 esetben regisztráltak fertőzött eseteket. A legfiatalabb kanyarós egy 2 hónapos gyermek volt, míg a legidősebb egy 60 éves személy. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Megújult a nagybecskereki Emmaus katolikus fiú kollégium. És enyhe száraz napok elé nézünk, szilveszter éjszaka azonban erős fagy lesz. Migránsok tüntettek Sídnél, a szerb-horvát határ megnyitását követelték. Többségük repülővel érkezett, de gyalog kívánnak eljutni nyugatra. Amint egy 150 bevándorló egy a közösségi médiumokban terjedő és a tüntetésre hívó videónyomán jelent meg a határon. Zömmel irániakról van szó, akik repülővel érkeztek Szerbiába. Sajtóinformációk szerint nem kívánnak sem Szerbiában, sem Horvátországban maradni, csupán szabad áthaladást kérnek. Tömegverekedés tört ki Krájevóban, 6 szemét szállított a kórházba bozótvágó kés által okozott sérülésekkel. A sebesültek között egy 12 éves gyermek is van. Egy szemét súlyos sérülésekkel kezelnek. A tömegverekedés Kragujevac romák által lakott város részében történt. Az esetnek a rendőrség vetett véget. Nem hivatalos értesülések szerint abból a város részből lőfegyverek hangját is lehetett hallani, de a lövöldözésben senki sem sérült meg. Felgyújtották egy rendőr autóját Újvidéken tegnap este, a BMW típusú gépjármű pillanatok alatt lángra kapott. Annak ellenére, hogy a tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és szemtanúk elmondása szerint másodpercek alatt eloltották a tüzet, a személygépkocsi teljesen kiégett. A gyújtogatás oka egyelőre ismeretlen, de kora reggel Újvidéken egy Peugeot típusú autót is felgyújtottak. Tulajdonosának személye ezitáig ismeretlen. Menesztették a nisi rendőrfőnököt. A szerbiai belügyminisztérium döntött Ninoslav Mitić elbocsátásáról. Mitić 2015. decembere óta volt a nisi rendőrkapitányság élén. Feltételezések szerint menesztésének oka a dél-szerbiai városban jelenleg uralkodó állapot. Az utóbbi időben sorozatban gyújtották fel a szerb haladó párt tagjainak és a rendőrség munkatársainak autóit. Egy hónap alatt 7 ilyen esetről érkezett hír. Biljana Ivković államtitkár elmondta, a következő napokban lezárják a rendőrfőnökkel kapcsolatos procedúrát, és Mitićet egy másik munkakörbe helyezik át.
Tömeges állatmérgezés történt Ruma közelében, jelentette a madarakat védő és tanulmányozó társaság. Vidojevci falu határában eddig 19 madár és emlős tetemet találtak. Többek között sakál, róka és sas pusztult el. Az illetékesek szerint a jelek peszticid használatára utalnak. A mintákat laboratóriumi elemzésre küldték. A természetvédők közölték, a gyors akciónak köszönhetően megelőzték a további pusztítást. Egyedül a nagy mennyiségű mérgezett magokat nem tudták még elszállítani a helyszínről. Újra megtelt a múzsiai Emmaus katolikus fiú kollégium. 64 főre tervezték, jelenleg 65 kollégistájuk van. Az elmúlt 2 év alatt jelentős fejlesztéseket végeztek az épületen. Új tornatermet, konferenciatermet, klímaberendezést, tanuló és számítógépes szobát kapott. A szalézi szerzetesek 2000-ben a bánsági múzsián a katolikus plébánia udvarán fiú kollégium építésébe fogtak. Merész vállalkozás volt ez abban az időben. Meglepődtek, hogy mit akarunk mi. És persze idegen személyek, úgymond szlovén papok, meg én jó magam bolgár, és akarunk egy épületet, vagyis kollégiumot a magyar fiúk számára. Ez számukra egy kicsit meglepő volt, és csodálkoztak. A szerzetesrend és a magyar állam segítségével a létesítmény 2002-re felépült. Volt, aki attól félt, hogy nem lesz majd elég tanulni vágyó magyar diák a bánságban. 27 elsős középiskolással kezdték az első tanévet. A kollégium először 64 főre lett tervezve, de a későbbi években láttuk, hogy a szám mégis növekedett, és akkor kértük a magyar államot, a magyar kormányt, hogy támogasson bennünket, hogy létrehozzuk ezt a tornatermet, amelyben most vagyunk, meg hát még 7 szobát. A kollégisták nem csak lakhatást kapnak a kollégiumban, baráti közösséget, második otthont is találnak itt. Nagyobb a fegyelem, nagyobb a figyelem is, jobban foglalkoznak a diákokkal, nem pedig úgy, mint egy állami kollégiumban. Kollégium életről annyit, hogy élettapasztalatokat tudunk is szerezni, megtanuljuk feltalálni magunkat. A kollégisták meghatározott házirend szerint töltik mindennapjaikat, a hangsúly persze a tanuláson van. A nevelőtanárok mellett a nagybecskereki középiskolák magyar ajkú tanárainak segítségére is számíthatnak. Volt egy olyan diákunk is, aki 2-es átlaggal érkezett a kollégiumba, általános iskolából, és a középiskolába kitűnő eredményeket ért el, holott nem könnyebb, mert szerbül ment iskolába. Az anyaországi támogatásnak köszönhetően kiváló feltételek mellett tanulhatnak a magyar fiatalok. Sokuknak a bánsági szórványkollégium nélkül nem lenne lehetősége tovább tanulni. Kihívásokkal teli évet zárt Szabadka, amely nehéz, de annál inkább sikerekben gazdag volt, jelentette ki Horváth Tíma alpolgármester. A város vezetése ma állófogadást tartott a sajtó képviselői számára, és értékelte az elmúlt időszakot. Az eseményen Bogdán Laban, a város polgármestere kiemelte, az elmúlt időszakban sikerült megteremteni a politikai stabilitást és a gazdasági fejlődést a városban. Horváth Tíma a mögöttünk álló év sikereiről beszélt. Mint mondta, az Y elágazás mellett az idei egyik legsikeresebb projekt a KfW bankkal aláírt szerződés, amely összegnek nagyjából a 70%-át a palicsi szennyvíz csatorna hálózat kiépítésére fordítják majd, mondta Horváth Tíma. Sikeres ipari pályázatban mutatott nem ki a palicsi kulturális házat, amely meg fog épülni, tavaszra fogja kezdetét venni az építkezési munkálat. Ez egy 1 millió euró értékű projektumról van szó. A továbbiakban elmondhatjuk, hogy a kültelepüléseinken a művelődési házakat is, mint például a Noszi művelődési ház második fázisát elindítottuk, ugyanolyan vonatkozásban a helyi közösségeket adaptáltuk, tehát befektettünk, hiszen már rég el vannak felejtve a kültelepülési helyi közösségeink.
Száraz és enyhe időjárásra számíthatunk az elkövetkező napokban Vajdaságban. Az óév utolsó hetében azonban várhatóan folyamatosan csökken majd a hőmérséklet. Szerdán még 10 fok körül mozog a hőmérő higanyszála napközben, éjszaka pedig fagypont körül alakul. Szombaton várhatóan már csak 4 Celsius fok lesz a nappali csúcs hőmérséklet, éjszaka pedig 0 alá szaladhat a hőmérő higanyszála. Az év utolsó napján vasárnap viszont pár fokkal melegebbre számít. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 9 és 10 fok körül alakul majd. Az új évvárásra azonban mindenképpen rétegesen öltözködjünk, különösen, ha utcai ünnepre készülünk, hiszen éjszaka ismét 0 fok alá megy majd a hőmérő higanyszála. Cristiano Ronaldo végzett az idén az élen az Európai Hírügynökségek legjobb európai sportolóiról rendezett szavazásán, amelyen Hosszú Katinka magyarul szó a 11. lett. A lengyel PAP által lebonyolított voksoláson a Real Madriddal egyebek között Bajnokok Ligáját nyert portugál támadó 159 pontot bezsebelve egymást követő harmadik évben zárt az élen. A dobogóra 143 ponttal a Formula 1-es idei világbajnoki címét megszerző brit Lewis Hamilton, valamint 124-jel az Ausztrál Open és Wimbledoni bajnok teniszező a svájci Roger Federer fért fel. Hosszú, aki tavaly harmadikként zárt, ezúttal 34 pontot kapott, és így 11. lett. A szavazáson 26 hírügynökség vett részt. És eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Megnyíltak az ipárt alapok, pályázhatnak a gazdák gépesítésre. Jégvédelmi rakéták beszerzését támogatja a tartományi mezőgazdasági titkárság. Jelentősen nőtt a búzavetés területe Vajdaságban. És a foglalkoztatottak közel egy negyede feketén dolgozik Szerbiában. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a pannonrtv.com-on még több friss hírt és információt olvashatnak, ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is. A Pannon Rádióban holnap is lesz reggeli, Brasnyó és Zeci az influenza témakörét is érinti, de a videójáték függőségről is beszélgetnek. A Szabadkai Magyar Rádió holnap reggeli napindítójában egyebek között szó lesz arról is, hogy csökkent Szabadkán a munkanélküliek száma, továbbá a törökbecsei vonat baleset körülményeiről is hallhatnak. Szép estét kívánok, viszontlátásra!